Halász, vadász, madarász, mind a három éhen kórász, tartja a mondás. Köszöntöm Önöket, Rajkó Balázs vagyok. Azért jöttem ide, Sárosoroszliba, mert Jánosi Sándor egy madarász. Kérem, tartsanak velem! Tessék befáradni, jó napot kívánok! Tessék befáradni! Én, hogy 7 éves koromkor kaptam egy pár galambot, és annyira megfogott, hogy azóta is szerelmese vagyok. 7 éves volt? 7 éves koromban, igen. Nagyon jól emlékszem. Jöttem az iskolába, és Mayer Pisti ment katonának fele, és volt egy néhány galamb, és helyt osztotta, hogy őrizzük meg, mire ő hazajön Bakaságtól, hogy legyen neki mi foglalkozni. Többinek mindenki elpusztult, az enyém megmaradt. És emlékszik rá, hogy 7 éves korában mit kezdett velük? Mit kellett csinálni egy galambbal? Hát bezártam egy rossz nyúlketrezbe, már nem volt hova őket héten zárni, és teirélgettem az. Megszoktattam, a kezemből lettek, rám szártak, ilyen megfogott. A szerítségük, a nyugodtságuk, és azóta is... És azt egyből 7 évesen tudta, hogy mit kell azóta enni? Igen. Hát elmondta, hogy vigyázzak rá, a macska ne engedjen közé, már megfogja meg. Egy galambot egyébként egy macska el tud idézni? Persze. Hát a szomszéd macska eltizedeli elég rendesen az enyémeket. Igen. Tudom, sajnos. Miért nem egeret fog az a macska? Hát nem, hanem galambot, hát könnyebb. És akkor hány galambbal indult? Egy pár. Az két darab? A két galamb. És akkor hogy lett ebből egy gyűjtemény? Hát fejlesztettem, azok letoltak, költöttek, utána cseréltem más voltára, meg... Szóval azért az a Mayer Pisti, azt mondja, mivel megtartottad, legyen a tiéd, lemondott róla. Engem maga annyira megfogott, hogy az azóta is arabja vagyok. Értem. És mondjuk fiatalon esetleg tudatosan készült arra, hogy madarakkal foglalkozzon? Tehát, hogy mondjuk hát könyvet... utána már igen. Már úgy érzem, hogy az Isten adott egy ilyen talentumot nekem, hogy ezzel kell foglalkozzon. És azóta is. Értem. Az iskolában egyébként jó tanuló volt? Tehát nem, biológia... nem szerettem tanulni, nem. Elszöktem madarászni ott is, tiglincérni, vagy csizélni, úgyhogy nem szerettem tanulni. A madarakkal szerettem foglalkozni. Értem. A jószággal, nyulakkal már kiskoromban, meg kecskem is, ahol már 14 éves koromban már saját kecskem volt. Úgyhogy... De ehhez képest, ha jól emlékszem, amit mondott, azért mégiscsak valami egészen mással foglalkozott felnőtt korában. Hát felnőtt koromban igen, gejbakatosnak tanultam azzal. Az nem ugyanaz a... Hát nem ugyanaz az anyag. Nem az az anyag, de... De mindig húzott, mindig vonzott. Azért is vágytam falura, hogy jószágra. Bikákat neveltem, teheneket tartottam, lovakat tartottam. És mondja már el nekem, hogy hogyan kell felépíteni egy ilyen gyűjteményt. Tehát, hogy két galamb, és akkor hogy egyszer csak azt mondja az ember, hogy na, akkor most az egyik galamb helyett legyen mondjuk páva, vagy legyen mondjuk gyöngytyúk, és akkor így... Tehát, hogy... Hát ezt először is szeretni kell.
szeretni. Az ember nem szeretne, nem vonzódik hozzá, csak valaki csak a pénzt lássa benne, de az nem. Meg az van benne pénz is? Nincs, hát beletenni, belefektetni, az benne van, de meggazdagodni nem lett belőle. Sosem mondta a családba senki, hogy már megint a madarat akarod? Nem. Van egy olyan párom, hogy az elfogadta, mennyasszony volt, az Odesszába tanult, elhoztam és a pár hullámos papugáját. Tehát tulajdonképpen a NASA ajándék is megvan madárról, az is, igen. Értem. Szóval akkor mindenki jó szemmel nézi a családot. Hát jó, elfogadták, és segítik. A párom segít rendezni, besegít mindenben. Hogy hát olyan van, hát jönnek galambászni, jönnek szoktak járni, meg madarászni is, húlakró, meg szőlősű, meg munkásról is. Akkor tulajdonképpen mondhatjuk, hogy itt Kárpátalján ennek hagyománya van már? Hát van hagyománya, persze van. Hát Ungváról is járt, amikor Bindász ödély van ott egy olyan örös, na velem ide is, meg Pátyúban, meg Dejecemben, munkás, fejlősű, vannak is. Az, hogy ez a gyűjtemény létrejött, meg hogy ez fenntartható, ez sok munkával jár? Hát van, de reggeltől estig. Igen. Hát na, nem nagy fizikai munka, de azért van, oda kell figyelni meg. Helytetés, daily megtart az helytetés, utána takarítás, ez az. Ez tulajdonképpen kiteszi az egész? Ki, napját. Az elfoglalság megvan. Reggeltől estig megvan. De már nyugdíjas? Hát igen, hál' Istennek. Ezek a kanárik. Kanárik, ez repcemagot, prejsért, zabot, fénymagot, kendérmagot, ipari kendért nem kell ejteni, a narkos kendér, hanem ipari kendérmagot esznek. Ők egyébként tojók? Tehát, hogy ez a tojó, ez a két hím, az a fiatal hím, nevelem magamnak. Tehát egy pillanat, tehát ez a tojó, ő az anya, ők apák. Ez az apam, meg az a fiatal apa, csak kell ezt egy tojót hozni. És ők egyébként, tehát ugyanaz a madár, csak... Csak igen, csak ez... Bármennyire is máshogy néz ki. Sárga, meg olyan kontyos, mint az asszonyoknak. Aha. Olyan kontyos, az meg egy hím. És őket csak akkor engedi össze, amikor... Ezt kiveszem, ezt a válaszfalat, és mikor már a hím ejteti a tojót, akkor összeengedem. Akkor van itt ilyen kejtőkalickák, már ez kicsi kejtősnek. És akkor oda ő kikölti? Igen. Egy ilyen pici madár hány tojást rak? Négyet-ötöt. Négyet-ötöt? Igen. És mennyi marad meg belőle? Hát négy általában. Tavaly mondjuk volt 3 kejtésre 14 madár. Kétszer volt 5-5, egyszer volt 4. És mondjuk egy ilyen pici madár egy évben? Háromszor költ. Két-három kejtés, többet nem lehet. A kejtene többet, csak kimerül a madár. Értem. Látom, a cica poszter is fönt van. Az igen, hogy vigyázzon a madarakra. Vigyázzon a madarakra. Jó, akkor elindulunk kifelé. Ők kicsodák? Kispávák. Kispávák. Kispávák ez. Elvettem az anyától, hogy először foglalkozok, még nem volt páva, nem költettem. Fejtem, hogy valami bajuk lesz, azért így mesterségesen nevem. Tehát ezt úgy képzelem el, hogy a páva lerakta a tojást, tojás kiköltötte, és akkor elvettem a tojást, már mikor a kicsiket elvettem, hogy biztos legyen már. Értem. És az, hogy fiú vagy lány, azt még nem ilyenkor még nem lehet tudni. Ez legalább 3 hónapos kor, amikor az első tollat levedli, tehát ezt a csibe tollat levelti, és akkor már ne ül a rendes toll, akkor már. De azért látszik egy kis tarejuk. A tareja az mindegyiknek van már, lehet mondani, egy napos korúban már maguk meg. Mit teszik a páva? Mit teszik a páva? Hát ez most tápot kapnak a csipeik, de az öregek azok buzát, tehát tengerik. Csupa olyan dolgot, ami itt a háztáiban megterem, megvan. Tehát semmi. Igen, az abot is meg ez. Nem igényelnek semmilyen. Olyan különleges, nem. A kék páva a madarak osztályának tyúk alakúak rendjébe és a fácánfélék családjába tartozó faj. Legközelebbi rokona a zöld páva. Kelet-India, Banglades, Nepál és Sri Lanka erdeiben vadon él. India nemzeti madara. Nagy Sándor hozta először Európába, ahol hamar elterjedt, mint házi állat. Elő galambok voltak, amikor postagalamboztam, azok nem voltak, és
1964 óta pérgőzők, debreceni pérgőzők, azok akkor itt voltak. Egy pillanat, pergő. Pérgő, igen, az szépen repül, és akkor így forog. Mikor jön lefel, akkor így forog. Tehát tulajdonképpen idomítva vannak a madarak? Nincsen, az fajta jelleg, ilyen fajta. És a postagalamb az tényleg úgy van, hogy meg lehet szokatni arra, hogy visszarepüljön? Hogy visszarepüljön, igen. Az nem hogy, csak egy legenda? Meg hogy elrepül, és már vissza nem repül, ugyanis ja, van. Esetleg versenyezni is volt? Nem, egész annyira nem volt ide, mert a többi ország lekötött. Értem, tehát akkor lovakkal foglalkoztam, meg a tehenekkel. Na, és akkor ide be tudunk menni? Hát itt bevágyunk, itt vannak a papogályok. Tessék parancsolni. Úristen! De gyönyörűek! Aha. Meg a hullámos papogályok. És mindegyiknek van külön... Külön hálapelyesszer, vagy... mert őt elfoglalják, és akkor szeretik, oda kerítenek. Nem mutatottam, a kicsiket is mondom. Az, hogy a színük milyen, az lehet tudni, hogy mondjuk a zöld papagájnak mindig zöld gyereke születik? Esetleg van, után szokott állni, vagy valami elejére visszajött, olyan szokott lenni, de általában a zöldnek zöld szokott lenni. Azt lehet tudni, hogy mondjuk ez az élettér, amit ki van nekik alakítva, hogy ez mennyire kényelmes nekik? Ez nagyon kényelmes, nekik még se. Olyanba szoktak kerültetni, ilyenbe. Tesznek egy párat. Ott a panelekben, vagy ilyen nagyobb. Ilyen kis közkárok egy párat is kerültetik. A hullámos papagáj 18 cm-es hosszával a legkisebb faj a lapos farkú papagájok közül. A vadon élő alak zöld színű. Fejének előső része sárga, fejének alsó részén egy nagy kerekfolt található, torkán pedig egy sor ovális fekete folt van. Háti felületén a fekete alapszínű tollak sárgán szegélyezettek, ami jellegzetes hullámos rajzolatot ad a madárnak. Erről kapta a nevét is. Farka 9-10 cm hosszú, zöldeskék, a külső tollak szegélye sárga. Csőrén lévő jellegzetes viaszhártyájának színe a madár nemére utal. Ivarérett korban a hímek viaszhártyája kék színű, a tojóké barnás. Ezek az ebrapintek. Az ebrapintek. Itt lejött egy kicsit, már levettem azoktól, de most ott megint van kicsi azoknak. Ezeknek még le kell lesz venni, mert ezek is fiatalok, levettem. Ez a két kerítő páron csak. Zebrapint. A zebrapint hossza 10-11 cm. Testtömege 8-9 g. A hím feje oldalt gesztenyebarna, fejének első része fehér. Elől és hátul függőleges fekete vonal határolja. A tojó többnyire szürkésbarna, szeme alatt fekete függőleges csíkkal. A farok mindkét nemnél fekete-fehér sávos. A csőr rövid, kúp alakú, ideális a magevő madár számára. A himeknél világító piros, a nőstényekké világosabb, narancssárga. Ezek a tyúkok. Sima tyúk. Nem sima, ötlábújú. Ötlábújú, ez jandotta. Hiák jandotta, öt lábúja van, az már más. Annak is öt lábúja van, de az már más, az német tyúkok. És ezek fekete tojástojnak tényleg? Nem, az a rendes tojástoj, de szépen. Nagyon jó. Merre induljunk tovább? Hát galambokhoz. Itt vannak a galambok. Júj, na ez egy. Galambok. Na ez egy. Ez egy parancsolom. Jaj, akarok én bemenni ide? De, persze. Nem harapnak ezek. Nem bántanak. Na most, szóval ők a kicsodák? Ez lengyel papsapkás, úgy hívják. Lengyel papsapkás, igen. Már a ferences szerzetesek tenyei szedték ki, a lengyelek, azért jó. Tehát ez egy tenyésztett fajta? Igen. Az igen, évek igen. Során? Igen, régi, régi fajta, az nagyon régi fajta. Itt már ott, nem is nagyon ismerik. Ott, amelyik ül, az... Az tojáson, az van a tojáson. Fia van a tojáson. Ők hasonlóan szaporák, mint a kanárik? Hát nem, egyeiben egyszer öcsük őket. Értem. Egyeiben. De érdekes. Két tojást tojik.
Ők egyébként úgy ki szoktak repülni? Kijárak, igen, csak a szomszéd macskája nagyon kizedeli, hogy ja. Ha nem vagyok jelen, akkor inkább nem engedem őket. Észnél kell lenni, vagy? Persze. Jó. Annak ott ült tojás, van itt is. Ott is van tojás. Ott is van, nem mentek ott alul is. Itt ülnek, itt. Itt túl ennek már lassan kölni ki. Meg már kölni ki lassan. Az friss tojás, nem fog kikölni. Lán is van tojás. Itt vannak ilyen fiaukák. Jaj! Aha, jaj, mindegy kis házott csirke. Tollas a lába. Érdekes, hogy mi vihette rá a Ferences szerzeteseket, hogy hát ilyen... Hát őki szerettek biztos, hogy... Itt van még ilyen kisebb. Még kisebb. Jaj, te kis pucér. Ők egyébként ugyanúgy magokat esznek, semmi... Persze, hát buzárt, tengerit, aha, árpát, borsok. Hány darab van belőlük? Ezekből jó 63, aha, van ott paraukás, pál, tovább, Debrecen kérdő, megint tovább mondjuk. Nagyon szép. És ezek látom, van barna, meg van fekete. Fekete, hát meg sárga, úgy hívják, aha, az holványból, azt mondják sárga. Ott repülni, azt mondják sárga. Sárga. Az már veres, az fekete. Kékben is van. Meddig él egy ilyen állat? Hát nem, 8-10 évig. Hát lehet, ott vannak az értékesebbjei. De hogyha visszajövünk, ha én jövök előre, bocsánat. Ez paraukás, úgy hívják. Paraukás? Igen. De ez azért, mert felfújja a... Nem, már úgy áll a... Tehát ez így áll? Az úgy áll mindig. A reggel fölkelés így áll. Értem. Most... Ők is kijárnak egyébként? Ezek káromolja javasztani. Azok szokott kijárni, a debreceni pérgők, ezek kijárnak. Debreceni? Pérgő. Debreceni pérgő. Ez amit mondod, hogy... Igen, felmegy, az akkor így... Elkezd pedig. Pereg, igen. Nem semmi. Jaj. Nem jön az, csak... Jaj. Nem bánod, nem kell fényjel. Hát én nem. De ilyenkor szerintem azt jelzi, hogy hello, bejöttél a területemre. Hát igen, nem? Igen. Tehát megpróbálja védeni a területét. Látszik is rajta, hogy zavar van. Amúgy szállítja, csak a maska meg zavar, aztán már elég eligazítani. Azok a kis feket, kék meg piros gyűrűzve vannak? Igen, persze. Hát olyan színű gyűrű, minden évben más. Értem. És ők is szépen szaporodnak. Hát szaporodnak, ott is van kicsi, ott is van fiók, ott lenni is van kicsi. Ott is ott sír, kell lenni éppen. A galambfélék, vagy közismert nevükön galambok, a madarak osztályának galamb alakúak rendjébe tartozó család. 12 nem és 313 faj tartozik a családba. Többnyire tipikusan búvóhangúak, termetük a rigótól a lúd nagyságig terjed. Erdőben, részben sziklás vagy a szárazföldi területeken élő, ügyesen repülő madarak. A galamb alakúak monogám módon élnek, a hímek ugyanúgy költenek, mint a nőstények. Egy-két fiókájuk fészekrakó, a szülők túrószerű begytejjel táplálják őket. Meddig él egy ilyen? Hát a cimborákon 12 éves, hát 15-től tovább nem hiszem, hogy éljen. Barátságos? Egy ilyen... Igen, nagyon barátságosak, fejti a tojóját annyira a párját, hogy vejdi képes az embernek neki jön. Aha, értem. És ugye itt kérdeztem, hogy rá lehet-e venni arra, hogy szétnyissa a tollait? Hát az nem tud befolyásolni, sajnos. Értem. De nem, mondott egy olyat, hogy reggelente? Hát reggel, igen, mikor először tetszett. Reggeli torna szerint? Se. Tornát végez? Igen, akkor pöfeszkedett itt. Hát ez szokta napközben is, szokta valamikor, hát sajnos nem tudom rászedni. Gondolom, amikor jönnek óvodások, meg iskolások, akkor azért a nagy kedvenc az a pár. Persze. Na, ez a hangját hallasz, csak farkát nem akarja, hogy megmutatni. Értem.
Szóval, hogy a gyerekek körében ő a nagy kedvenc. Na, ő a kedvenc, persze. Hogy hívják? Tony. Tony. A párát meg Móni. Móni. Tony Móni. Igen. Nagyon szép. Ön szerint hogy érzik ők magukat itt? Hát itt nagyon jó. Na, hát akkor, ha nem jól érzi magát, akkor lengít a száján, az összegubaszkodik, akkor adja a jelet. De nem, hát így vidám minden. Még. És mondjuk túl vidám is. Értem. És mondjuk így az esőt meg a havat, azt hogy viselik? Bírja. Hát kinnőtt a haubevérte kinn, nem ment be. Úgy kellett be, hogy tanja egy szakár betesség kérni, hogy nappal esett a haubevő kinn volt. Értem. Amikor az esőjölő bemegy, már nagyon esik, akkor csak farka összeházik. Említette, hogy van tojó is. Van, benne van. Ők mondjuk úgy... Mennyire szaporák, vagy mennyire... Hát nem tudjuk, csak nyausztojást többet nem tudjuk. 5 nyausztojás közt. Évente? Vagy igen. Egész életében? Nem, hát nem, évente. És ebből jó eséllyel mind a 8 meg is ki is kell? Nem, 6 darab költ ki. Hát egy összetőt, egy tisztán maradt, nem volt benne kicsi. 6 kikölt, az nevelődik. A pávatojás az egyébként... Hát ez megtanulhatni már... Most van még egy, most megint kezdett tojni, úgyhogy van. Aha, tehát arra akar rávenni, hogy menjek be a pálvákkal? Ne, én kihozom, megmutatom. Megteszi? Persze, persze. Ilyenek a tojásai. Aha. Tehát egy kicsivel nagyobbak, mint a... Hát nagyobb. Hát olyas, mint egy jó pulyka tojás. Ezt gondolom megenni nem érdemes. Akkor drága tojás van. Drága rá tudtam beleülni. Nagyon szép, nagyon szép. Jó, ha a mai fiatalság többet foglalkozom, a kütyük mellett tűnöm, már megnyugtassa az embert. Ezt merem állítani, akármilyen ideges lenne az ember, megnyugtassa. Meg tudja nyugtatni. Hát meg is szép. És vigyázni kell, ki ne pusztuljon már, sajnos már. Kis Sándornak is van 6 alfaja, de már csak 4 él, 2 már kipusztult. És el tudja azt képzelni, hogy mondjuk ezek a kanárik, vagy ezek a most, hogy ne a galambokról beszélünk, hogyha ha mondjuk kikerülnének a természetbe, akkor életképesek volnának? Hát itt nem. Az megdől, nem tudja, az megszokta, hogy az embereit eti, az nem tudná keresni az ennivalóját. Az. De ez egyébként az nagyon jó látni, hogy még mindig a fejlesztésen gondolkodik. Hát megélek addig. Persze. Csak annak kinek átadni. Ezt nem is szúrtam ki, hogy rendesen még ajtó bejárat is van. És ez egyébként persze. Hova kerül? Valahova le a kertbe? Nem, ez ide. Ez marad itt? A fal alá. Igen, ott él a szedgyenget. És ez a kis páváknak? Hát a kis páváknak, a kis gyöngycsirkéknek. Van olyan madár, amit még úgy gondol, hogy jó volna megszerezni, vagy jó volna a gyűjteménybe? Hát jó, egy pár barátpapagájt szeretnék. Az még, azt szeretnék. Barátpapagáj, az... Hát igen, csak nagyon kiabálós. Az idegen bejön, az addig fog kiabálni, még éjjel nem megy. Igen? Az kutya egyet, házőrző. Házőrzőnek, igen. Annak szép színes tolla is van? Zöld, és ön szürke a hasa, igen. Az nehéz beszerezni olyat? Nehéz. Körülményes beszerezni. Gondolom. Ritkán van itt. Értem. Itt valakinek a ismerősök, hogy senkinek nincs. Sziklapapugály van Deirába. Sziklapapugály az is kiabál, de nem annyira. Értem. Akkor az nagy hogy is mondjam, presztízs is volna, nem? Hogyha sikerül. Hát az igen. Nagy siker volna. Az persze. Értem. Szerint meg lesz ez a gyűjtemény mondjuk 30-40 év múlva? Mi lesz ennek a sorsa? Hát nem, már a fején meghalok, ennek annyi. Igen? Nincs, aki folytassa, sajnos. Ilyenkor mire gondol? Hát fáj a szívemét. Amikor 15 éve Kárpátaljára érkeztem, nem gondoltam, hogy ez a vidék tel is tele van csodás, különleges, unikális helyekkel, emberekkel.
Remélem látják önök is, és együtt fedezzük fel. Mert én azért jöttem ide.